Kuruc Istvánnal Trianon kapcsán beszélgetünk egy közel 80 évvel ezelőtti előadásról. A 80 évvel ezelőtti eseményt Kuruc István idézte fel televíziónak. Ez onnan indult, hogy a budapesti vasassal ugye mentünk Párizsba edzőtáborba, és onnan mentünk Versailles-ba, és ugye én itthon elúságoltam, hogy a kis Trianon mindenképpen megnézem, mert érdekel. És mikor másodjára is mentünk, akkor apukám ideadott egy papírt, és elmesélte, ezen volt egy vers, és elmesélte nekem, hogy ők mikor fiatalok voltak. 1947-48-ról beszélek, akkor a Legény Egyletnél, ami most a szakképzési centrum előtte meg a könyvtár volt, és ott voltak, a fiatalok ott gyűltek össze, és előadták június 4-én ezt a verset, azzal, hogy az egész színpadi háttér a régi Magyarország volt, benne az új Magyarország, és mikor elérkeztek ennek a megható versnek az utolsó mondatához, akkor a régi Magyarország és az új Magyarország közötti területet rövid zárlattal leégették. Ez nem kis tett volt abba az időbe, mert ezért bizony még komoly dádá is lehetett volna, és én ezt megkaptam. Ezt 5 testvére is játszott ebbe a szín csapatba, és megkaptam még a nagynénémtől is, az egyedüli Kuruc lány, már nem egyedüli Kuruc lány, mert többen voltak testvérek, csak aki szintén szerepelt ebbe, nagyon kis aranyos kis szöveggel, hogy mivel tudja, hogy érdekel Trianon ezért ezt a verset, úgyhogy ő is nekem adta, mert neki is megvolt, és ezeket úgy őrizték, mint az erekét. Ez a vers Tábori Piroskának, egy erdélyi hölgynek a verse. Ez Tábori Piroskának, egy erdélyi hölgynek a verse, akit jelenlétében, távollétében, ezért a verséért halálra is ítéltek. És sehol nem jutottam a nyomára, pedig megvan, hogy egy könyvnek a 256 vagy 257. oldalából való, nem jutottam a nyomára, de örülök neki, hogy ezt a verset én megkaptam. Én ezt már tanítom a kisunokámmal, ezt a verset, és bízom benne, hogy mit tudom én, jövőre ő már az iskolába ezt el is fogja szavalni, mert én úgy gondolom, hogy ezt illik továbbvinni. És ami még érdekessége, hogy ebbe a 47-48-as időszakba még a füzetborító lapok is Trianonról szóltak, felsorolva, hogy melyik országhoz mennyit csatoltak el, melyik országoknak a lelkén szárad ez a bűnös döntés, és hova, melyik országhoz mennyit, de az óvodásoktól, az iskolásoktól, a nehézipartól, a könnyűiparig, az erdőtől, a vasúthosszától, a bányákig, a gyárakig, mindenben benne egy füzetborító lapon. Ez is megvan nekem. A tradíciót az unokák is tovább őrzik. Mesélte a családi történetet stábunknak Kuruc István. Tábori Piroska, imádság. Isten, hallod? Zúg a halálharang, temetés van, temetik a te néped, a négy folyót, a Szent Hármas hegyet, a lobogót, mely hős harcoktól tépett, a magyar álmot, hitet, erdőt, mezőt, a magyar múltat, a magyar jövőt, a magyar földet, a magyar eget. Isten, vagy-e, hogy ezt elnézheted? Nincs mennyköved, nincs viharod, virágzó, örök, erős karod, és nincs csoda, s erőtlen minden átok. Isti körben forgó lelketlen világok, hát nem tép belétek a vad fájdalom. Egy ország fekszik a ravatalon. Isten, most halt meg az én nemzetem. Nincs végtelenség olyan végtelen, hogy sikoltásunk reád ne találna. Hiába van eget kapuja zárva, betör rajta a vad fájdalom vihar. Az egész világ egy hatalmas ravatal, és minden élő, csak kísértő halott. Isten, lehet, hogy te így akarod? Vállaltad értünk kínját a halálnak, válságunkért megadtál minden árat, de ezt a kínt te sem szenvedted át. Nem temettél egy széttépett hazát. Isten, mi most itt szent fogadást tettünk, hogy eltemetve holtan sem felejtünk. Csak írott malaszt lesz nekünk a jóság, a napok szörnyű kínzó nagy adósság. Míg egyé nem lesz, mit széttépetett, s míg fel nem támad a temeldar nemzeted, addig mi irgalmat nem ismerünk. Pusztulás átok réme jár velünk, hontalanul bolygók halálos átka, és örök harcot hozunk a világra. Enyhülés nem hagy néma sikoltásunk,
oltárodhoz bosszút esküdni járunk, megbocsájtást tőlünk senki ne várjon. Isten, hallod? A holtak szólnak hozzád. Ma halt meg 1000 éves Magyarország.